Köszöntöm a Bicskei Televízió nézőit, Önök hírmagazinunkat, a Bicskei Galériát látják. Mai adásunkban beszámolunk többek között az október 6-ai városi megemlékezésről, az Etyeg-Bicske-Tarján kerékpárút fejlesztéséről, a könyvtári napok programjairól, de folytatjuk a labdarúgó csapat új játékosainak bemutatását is. Tartsanak velünk! Városunkban is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Október 6-án a megemlékezést a Kossuth téri kopjafánál tartották, ahol Botlik Zoltán, a Vajda János Technikum igazgatója tartott ünnepi beszédet. Batthyány Lajos és a 13 aradi vértanú utolsó szavai arról árulkodnak, hogy igazságtalannak tartották az ítéletet, mégis mind bátran, büszkén vállalták a halált. Hősként viselkedtek az utolsó pillanatig. Október 6-án rájuk emlékezünk, mi magyarok. Bicskén a Kossuth téren található kopjafánál tartották a koszorúzással egybekötött megemlékezést, melyen Botlik Zoltán tartott ünnepi beszédet. Sokfélék voltak. Származásukat és anyanyelvüket tekintve volt közöttük szerb, Damjanics János, horvát, Knézics Károly, birodalmi német, Leininger, Westenburg Károly gróf, osztrák, Pöltenberg Ernő, magyarországi német, Schweidel József, Aulich Lajos, Láner György, elmagyarosodott örmény, Kis Ernő és Lászár Vilmos, és persze tőzsdőkeres magyar, Vécsei Károly, Dezsőfi Arisztid, Török Ignác és Nagy Sándor József. Valamennyien a magyar szabadság mártírjai lettek, amit a magyarul egyáltalán nem tudó magyarországi hadszíntérre akarata ellenére kerülő Pöltenberg állítólag így fogalmazott meg: csak a nyelvem német, szívem magyar, mert a szabadságért dobog. Nem csak sokféle nemzetet, de sokféle társadalmi réteget is képviseltek arad hősei. Dúsgazdag nagy birtokostól az elszegényedett kisnemesig, a felemelkedést kereső kispolgártól a régi katonacsaládok sarjáig. Voltak köztük több gyermekes családapák, aglegények, özvegyember és frissen nősült házasok. Valószínűleg Magyarország jövőjéről alkotott nézeteik is eltérőek lehettek, ugyanis sokfélék voltak abban a tekintetben is, hogy a harctereken milyen teljesítményt nyújtottak. Volt köztük, aki győzelmek egész sorával bizonyított. Volt, aki nem tartozott a legsikeresebb hadvezérek közé. Volt, aki beteg szabadság miatt kimaradt a szabadságharc nagy csatáiból. Voltak, akik hadmérnökként erődítéssel foglalkoztak, és harci eseményekben soha nem is vettek részt. És volt olyan is, Lázár Vilmos ezredes, akinek egyetlen törzstiszti tevékenysége a világosi fegyverletétel. Az 1849-es forradalom és szabadságharc legfőbb politikai vezetői, például Kossuth Lajos, nem kerültek az osztrák hatóságok kezére, de Ausztriának példát kellett statuálnia, hogy a magyaroknak egyszer s mindenkorra elmenjen a kedve a rebelliótól, azaz a lázadástól. Az úgynevezett felségárulókkal szemben a legkeményebb megtorlást kell alkalmazni, egyéb tetteiket ehhez nem is kellett vizsgálni, mondták. Ilyen alapelvek ismeretében a hadbírósági eljárás a féle színjáték volt, csupán egy koncepciós, előre eldöntött eljárás, ahol az ítéleteket előre sejteni lehetett. És hiába kereste az akkor már miniszterelnökségéről lemondott Batthyány Lajos gróf, még 1848 végén is a békés megegyezés lehetőségét.
hiába volt 1849. januárja óta fogságban, így az utána történt eseményeknek, köztük a Habsburg-trónfosztásnak nem lehetett részese, személyében Magyarországot kellett megbüntetni. Így az ő sorsa is csak a halál lehetett. Az aradi vértanúk közül többen a császári hadseregből kilépve, a féle ifjú nyugdíjasként élhették volna tovább a tisztes földbirtokos családapák nyugalmas életét. Ám amikor 1848-ban egy nemzeti ügy mellé kellett állniuk, önként ajánlották fel a hazának szolgálataikat és korábban megszerzett tapasztalataikat. És hogy e szolgálatnak és a magyar honvédség egyenruhájának mekkora volt a becsülete, azt Leiningen-Westerburg tábornok esete mutatja, az előkelő német főnemesi családból származó tiszt őreit megvesztegetve elérte, hogy kivégzésén magyar tábornoki egyenruháját viselhesse. Bottik Zoltán kiemelte, október 6-a példájával kapcsolatban elgondolkodhatunk azon, ha jogosan vagy jogtalanul ítélkeznek felettünk, akkor képesek vagyunk-e azt méltósággal viselni. A vértanúk ebben is példát mutattak. Utolsó éjszakájukon voltak, akik nyugtató hangvételű búcsúlevelet írtak családjuknak. Vagy lelki vígaszt fogadtak az erre kirendelt papoktól. Török Ignác gyertyafénynél hadtudományi művet, Aulik Lajos, Horácius költeményeit olvasta. Lánel György pedig a börtönbe becsempészett fuvoláján játszott. És a ránk maradt utolsó levelek sem az igazságszolgáltatást kárhoztatják, nem a perek méltánytalanságát bizonygatják, hanem felelős, de érző szívű férfiak tanúságtételei. A csatákban mindig élen járó, már életében legendává emelkedő Damjanich János, megindító vallomást is tartalmazó imában búcsúzott feleségétől és hazájától. Adj erőt, ó atyám, az én szegény feleségemnek, Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg Aradot! Áld meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Amikor október 6-a kora reggelén a kivégzésekre sor került, a feljegyzések szerint a mártír tábornokok mind férfiasan viselték az igazságtalanul rájuk mért sorsot. Damjanich maga vigasztalta a kivégzésre kirendelt minorita szerzetest, az események egyik szemtanúját. Miért sír, tisztelendő barátom, hisz akit a kezében tart Jézus, ő is az igazságért akasztatott fel. Többen utolsó szavaikkal a hazát éltették, és itt fel kell tennünk a kérdést, vajon mit jelent az utókornak a haza? Milyen szerepet tölt be az életünkben ez a szélesebb nemzeti közösség? Amikor ma a mártírokra emlékezünk, szerencsére tudjuk, áldozatuk nem volt hiába való. Mindamellett nagyon fontos volna, hogy a hősök neveinek felsorolása mellett szellemiségüket és példájukat is meg tudjuk idézni. Nem csak ma, hanem a mindennapjainkban méltóságban. Végül tanulságul az aradi kivégzés egyik szemtanúját idézem, nyugodjanak haza szent ügyéért elvérzett bajnokok. Ti meghaltatok, neveitek azonban a történelem lapjain örökké élni fognak.
A megemlékező beszédet követően koszorúzással tisztelegtek a vértanúk előtt. Bicske város önkormányzatának részéről Bálint István népolgármester, Csörgül Ákos alpolgármester és Fritz Gábor jegyző, a Csokonai Vitéz Mihály általános iskola képviseletében Bogán Gáborné igazgatóhelyettes és Guba Dorina 6. osztályos diák, a Szent László általános iskola nevében a 6. osztályos diákok, a Vajda János technikum részéről Botlik Zoltán igazgató, a Bicske városi óvoda részéről Patkóné Bátori Erzsébet intézményvezető és Tóth Erzsébet intézményvezető helyettes, a Bicskei rendőrkapitányság nevében dr. Balázs Sándor kapitány, a Bicskei önkormányzati tűzoltóság nevében Polgár Viktor elnök. Az Összefogás Bicskéért Egyesület képviseletében Csányi Sándorné és Mohainé Fejes Ágnes egyesületi tagok, a Fidesz Bicskei csoportjának részéről pedig Bálint Istvánné polgármesterasszony, Tesszeli Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos és a frakció jelenlévő tagjai helyezték el az emlékezés koszorúit. Tökös programot rendeztek a Petőfi Művelődési Központban, a Borsóka Baba Mama Klub tagjai gyűltek össze, hogy tököt faragjanak, gesztenyét díszítsenek, vagy éppen levélképet készítsenek. A Petőfi Művelődési Központ emeleti foglalkoztató helysége adott otthont október 6-án a Borsóka Baba Mama Klub októberi foglalkozásának. Érik a tök, hullik a gesztenye, a falevél, szárnyal a fantázia. Gyertek el hozzánk, bontakozzunk ki együtt. Faragjunk tököt, díszítsünk gesztenyét, ragasszunk levélképet. Így invitálták a szervezők az érdeklődőket. 9 óra után pár perccel már több anyuka jelent meg karonülő gyermekével, és a foglalkoztató terembe belépve a kicsik azonnal belevetették magukat a játék rejtelmeibe. A napi programról Farkas Bernadettet, közönségszervezőt kérdeztük. Majdnem 10 éve működik már ez a Baba Mama Klub nálunk, kisebb-nagyobb intenzitása. A célunk mindig az, hogy a kisgyereket nevelő szülőknek közösségi színteret biztosítsunk, mert kell a társaság az embernek, becsavarodunk otthon, ha szabad így fogalmazni, hogyha más nem csinálunk. Nem vagyunk szakintézmény, általában kötetlenek az összejöveteleink és a beszélgetéseink, de azért igyekszünk mindig keretet, témát adni minden hónapnak. Legutóbb például a hordozásról volt szó, az egyik anyatársunk ebben nagyon elhivatott és szívesen segít bárkinek. Korábban a szülés utáni problémákról, regenerációról, ami szintén egy nagyon népszerű volt, nagyon népszerű összejövetelünk volt, úgyhogy tehát azért szeretnénk mindig, hogy legyen valami célja az összejöveteleinknek, vagy témája. Ezúttal egy kicsit lazábbak leszünk, most ősz lévén kézműveskedni szeretnénk a picikkel, már amennyire a picikkel lehet, de itt látható, hogy sütőtököt, gesztenyét, terméseket hoztunk, levélképeket fogunk ragasztani, tököt faragni, ha sikerül, és mindent jól összekenni, mert ez lenne a lényeg, hogy a gyerekek is megtapasztalhassák, megfogdozhassák. Mi is beszélgessünk egy kicsit, és a kezünk is mozogjon, ne csak a szánk. A klub látogatói, bicskei és környékbeli lelkes kismamák és anyukák csapata. Elsődleges céljuk egy egymás segítő, támogató közösség megalkotása volt. Az összejöveteleken korábban már szó esett a várandóság szépségeiről, nehézségeiről, babaápolásról, problémás élethelyzetről, vagy akár egy ünnepre készülődésről, városi rendezvényről, jótékonykodásról. Nyitottság, sokszínűség jellemzi a társaságot. Van közöttük fiatal és középkorú, egy-két nevelő és nagycsaládos, törzsgyökeres és ide települt, sokat megélt, tapasztalatlan, környezettudatos és zölden élő, kézműveskedő és tortavarázsló, beszédes és halkszavú, könyvbúvár és mozgásbarát, konduktor és pedagógus is. Hozzájuk bárki csatlakozhat, kortól, hovatartozástól, vallástól, anyagi helyzettől függetlenül. Náluk nincsenek elvárások, csak jókedv és családias légkör. De miért éppen Borsóka? Egyszerű a válasz, mert összetartoznak, mint Borsó meg a héja. Bár mindannyian mások, de céluk, feladatuk megegyezik. Szeretni és terelgetni, értéket átadni, példát mutatni, egészséget megőrizni, ebben nyújtanak támogatást egymásnak, pár jó szóval, előadások szervezésével és közös programokkal. A napi téma a kreativitás babával komolytalanul volt, a következő foglalkozáson pedig a védőoltásokról beszélgetnek. A csapat vár minden érdeklődő sok szeretettel a következő foglalkozáson is.
Fejlesztik az Etyek-Bicske-Tarján kerékpárutat, a jövőben egy aluljárót építenek ki, ennek segítségével nem fog lassulni az egyes főút forgalma. A beruházás 325 millió forintból valósul meg. Az Etyek-Bicske-Tarján kerékpárút fejlesztése kapcsán október 8-án tartott sajtótájékoztatót Tesszeli Zoltán országgyűlési képviselő, a Pannonia szíve és a Velencei tó terület fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Bálint Istvánné Bicskeváros polgármestere és Zólyomi Tamás Etyek-Nagyközség polgármestere. Elsőként Tesszeli Zoltán adott tájékoztatást a beruházásról. Hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem mostanában indult, hiszen a Tarján, Csabdi, Bicske, Etyek szakasz már több mint egy éve átadásra került. A Bicske-Etyek közötti szakaszt balesetveszélyesnek ítélték meg, hiszen az egyes főutat keresztezte. Próbálták biztonságosabbá tenni azzal, hogy napelemes közvilágítást kapott, de sajnos még így is az autók nagy sebességgel közelítették meg ezt a kereszteződést a 60-as tábla ellenére. Ezért át kellett gondolni, hogyan lehet a kerékpárosokat biztonságosan átvezetni a főúton. A megoldás megszületett. A jövőben egy aluljáró épül. A miniszteri biztos gratulált a kivitelezőnek, akik egy nagyszerű forgalomtechnikai megoldást találtak, ami nem lassítja az egyes főúton a forgalmat. November végére teljes mértékben átadásra kerül az odavezető kerékpáros sávokkal és a vízelvezetéssel együtt. A kerékpáros aluljáró elkészítése és a hozzá kapcsolódó úthálózati elemek 325 millió forint igénybevételével zajlanak. A fejlesztés részleteiről Tesszeli Zoltánt kérdeztük. Valóban egy változó világban élünk, ahol az életszerű dolgok, az egyszerű dolgok, a magyar dolgok felértékelődnek, és ez például egy ilyen, hiszen egy kerékpárút hálózatot a helyben élő emberek ugyanúgy tudnak használni, mint az ideérkező vendégek, akik a turizmust erősítik. Mind a kettőnek szól ez, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy talán kimondhatjuk lassan, hogy itt a Pannonia szívében Magyarország egyik legkiterjedtebb kerékpárút hálózatát építjük, hiszen ez a kerékpárút hálózati rendszer, ez Esztergom, Csabdi, Bicske, Etyek, Gyóró, Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr, Ercsit érinti. A Budapest-Balatonon keresztül kapcsolatot nyer majd a fővárossal. Ne felejtsük el, Etyek ugye Budapest szőlőskertje, és mi ebben a térségben, Pannonia szívében építünk is arra, hogy a budapestiek ki tudjanak jönni vidékre, és itt jól tudják érezni magukat. És ez a kerékpárút majd halad tovább a Velencei tó felfűzésével egészen a Balatonig, és vannak olyan szép oldalágai, amit egy-egy település talált ki magának, mint például Bicske a Galagonyás dűlőben, vagy pedig a nagy állomásra vezető kerékpárút hálózati elemet, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy nagy jelentőségű, és ilyen példaértékű megoldások is vannak, hiszen most itt annak örülünk, hogy egy biztonságos kereszteződés jön létre az egyes főútvonal és a kerékpárút találkozásánál, hiszen itt alig tudtak a kerékpárosok biztonsággal áthaladni. Mi megpróbáltuk a világítással, egyebekkel segíteni, de rá kellett ébredjünk, hogy ez nem elég. Úgyhogy most szinteltolással egy alagútban fognak a kerékpárosok haladni biztonságban, úgyhogy a technológia az pedig dicséretes, hiszen látjuk, hogy a forgalom ugyanúgy halad, fennakadást nem eredményez, és lassan kész van, mert november végére át is tudjuk adni. Tesszeli Zoltán örömhírként jelentette, hogy a kerékpárút tarjáni végét tovább tudják vinni, erre egy 2018-as kormányhatározat lehetőséget biztosít. Azt Tarján Péliföld-Szentkeresztig megtervezték. Egy csodálatos természeti környezetben fog tudni haladni a kerékpárút. A fejlesztés közeli napokban kiegészült azzal, hogy Magyarország kormánya a kivitelezéshez szükséges forrást biztosítja, ami 2,9 milliárd forintból egy 26,2 km hosszú kerékpárút építését fogja lehetővé tenni. Bálint Istvánné, Bicske polgármestere köszönetet mondott Magyarország kormányának, hiszen óriási lehetőséget biztosított a településeknek ezzel a beruházással. Kiemelte, hogy a Bicske-Csabdi kerékpárút szakaszon a híd alatt nagyon jól mérhető volt, hogy az itt és a környéken élők előszeretettel használták ezt a szakaszt.
Hangsúlyozta, hogy a Bicske-Egyek közötti szakasz is hamarosan biztonságosan használható lesz, mely ilyen formában is összeköti a településeket, és ezzel a fejlesztéssel egyszerűen el lehet majd jutni kerékpállal Budapesttől egészen Bicskéig. Városban további fejlesztések következnek, melyről polgármester asszony adott tájékoztatást. A meglévő kerékpárút hálózat bővítéséről múlt héten döntöttünk a testület ülésen, a Galagonyás düllő, tehát az Árkerti ingatlanainkban van lehetőségünk egy nagyobb beruházásra. Itt van forrás többlet igénylésünk, amit beadtunk, és nagyon bízunk abban, hogy lesz egy pozitív elbírálása. A kivitelezőt kiválasztottuk, ahogy említettem, a múltkori testületülésen, és megkezdődik a beruházás. Ez az egyik. A másik pedig van egy másik pályázatunk. Ott még a kivitelezés majd egy kicsit várat magára, hiszen ez kapcsolódik a nagyállomás projektünkhöz, vagyis a várost érintő nagyállomás projekthez. Ez a történet ez arról fog majd szólni, hogy már a meglévő kerékpárutakhoz kapcsolódva a városon átvezető kerékpárút fogja biztonságossá tenni mind a bicskeiek, mind pedig a turistaként hozzánk látogató embereknek a kerékpáros közlekedését. Zólyomi Tamás, Egyek polgármestere beruházással kapcsolatban kiemelte, hogy a település számára rendkívül fontos a fejlesztés, hiszen így a helyi adottságokat igyekeznek még inkább kihasználni a turizmus és a kerékpáros sport fejlesztése terén. Az egyeki dombok bekapcsolódnak a Tarján, Budapest-Balaton kerékpár útvonalba. A beruházás a végéhez közeledik, és hamarosan igénybe vehetik a közlekedők. Újabb 1,4 milliárd forint jut a Szent László patak rehabilitációjára a korábbi 1,5 milliárd forint mellé. Jelentette be csütörtökön Bicskén a térség fideszes országgyűlési képviselője Tesszeli Zoltán a város polgármesterével Bálint Istvánéval közös sajtótájékoztatóján. Az újabb támogatás főként a vízgazdálkodási helyzet további javítását, az aszályos időszakban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságát segíti elő. A Szent László patak rehabilitációja kapcsán tartott sajtótájékoztatót október 8-án Tesszeli Zoltán országgyűlési képviselő és Bálint Istvánné Bicskeváros polgármestere. 1,4 milliárd forint jut a Szent László patak rehabilitációjára a korábbi 1,5 milliárd forint mellé, jelentette be csütörtökön Bicskén a térség országgyűlési képviselője. Tesszeli Zoltán, a Pannonia szíve és a Velencei tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos jelezte, hogy a kormány meghalva a vízfolyás mentén élők és főként az ott gazdálkodók igényeit további forrásokat biztosított. Az újabb 1,4 milliárdos támogatás ugyanis főként a vízgazdálkodási helyzet további javítását, az aszályos időszakban jelentkező vízigények kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságát segíti elő. A védelmi rendszer fejlesztéséről részleteiről Tesszeli Zoltán adott tájékoztatást. A Szent László pataknak az eredési pontjától egészen a torkolati pontig kiterjed ez a fejlesztés. Ez két nagyon komoly pénzeszköz biztosítást követően az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a beruházása, de természetesen meghallgatták a településeket is, így például Bicske igényeit is maximálisan számításba vették, és azokat a múltban történt árvízi eseményeket, amelyeknek a tapasztalatait mi a tervezés során igény szinten megfogalmaztuk. Ennek a hatására lehetséges az, hogy a Mányi úton azt a hidat azt bővítették. Ennek hatására épül itt most mögöttünk egy vasbeton szerkezet, ami ennek az ipari-gazdasági területnek a árvízvédelmét fogja biztosítani. És a bicskei területen még a négyes táblánál is egy nagyon komoly szerkezeti építés zajlik. De a mederkotrás, a növényzet telepítés az az egész Szent László patakot érinti, valamint egy jelzőrendszernek a tarjáni halastó a B tábla környékén történő elhelyezését, ami azért fontos, mert a folyás irányban lejjebb lévő települések azonnal tudnak kapni információt arról, hogyha egy árhullám
közeledik. Én pontosan emlékszem, hogy 2010-ben pont ez volt a legnagyobb problémánk, hogy nem tudtuk azt, hogy mire számíthatunk, mennyi vízre számíthatunk még. Úgyhogy raktuk a homokzsákokat, és a jó Isten megsegített bennünket, mert pont az a pár centi az még megtartotta a Mányi halastónak a gátját. De most remélhetően a közeljövőben már ilyen problémák nem lesznek, hogyha ez a beruházás ez befejeződik. Összességében 2,9 milliárd forintból, akkor ez segíteni fog. És hogy ez így van, azt nagyon jól tükrözi a június közepi két árvízi esemény, ami Bicskén két napon is, 14-én, 17-én jelentkezett. Gyúron mondjuk csak az egyik napon az első, de sokkal erőteljesebben, viszont a Szent László pataknak az új felújított árvízvédelmi rendszere az működött, és el tudta vezetni azt a vizet, amit polgármester úr elmondása szerint, hogyha ez nem lett volna, akkor óriási, még nagyobb katasztrófa érte volna Gyúrot, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy 21. szeptemberére, a véghatáridőre elkészül, és az egész védelmi rendszer jól fog tudni működni a jövőben. A képviselő megnyugtatónak nevezte, hogy a 2018-ban elkezdett vízügyi fejlesztés első üteme a várt eredményt hozta, és a júniusi nagy esőzések után nem öntötte el a patak Bicske városát. Megemlítette, hogy Bicske mellett Csapdit, Gyúrót és Martonvásárt érintik a beruházások, és reményei szerint 2021 őszére el fognak készülni. Bálint Istvánné, Bicske város polgármestere felidézte, hogy a korábbi időszakokban az áradások és a villámárvizek is nagy gondokat okoztak a település alacsonyabban fekvő részein, ahová a patak rendszerint kiöntött. Az idén júniusban kétszer is nagy eső zúdult a városra, a település egyes részein problémákat is okozott, ám a Szent László patak közelében élőket nem veszélyeztette a nagy mennyiségű víz köszönhetően a rehabilitációnak. A rehabilitáció fontosságát polgármester asszony ismertette, hiszen a patak leghosszabb szakasza Bicskén található. A vízügyi mérce lehet az, amiről képviselő is beszélt a sajtótájékoztatón, az 2010 és 12. Tehát akkor tényleg olyan nagyon komoly összefogásnak köszönhető, és az emberek lelkiismeretes és precíz hozzáállásának köszönhető az, hogy tulajdonképpen meg tudtuk akkor menteni a települést. És ahogy azt ő mondta korábban itt ezen a szakaszon, tehát itt a hátam mögött lévő utcákban és kertekben a tulajdonosoknak mindig kellett félni attól, hogy ha jön egy nagyobb esőzés, egy nagyobb áradás, akkor az ő ingatlanaik és akár még olykor talán az ember élet is veszélybe kerülhet. Most hála Istennek a júniusi esőzések kapcsán ez megmutatta, vagy hát ennek a pataknak a rehabilitációja megmutatta, hogy mekkora, ténylegesen mekkora nagy szükség volt, és egy nagyon jó döntés volt a vízügyi hatóságok részéről, hogy ennek a pataknak a rehabilitációjához hozzákezdtek. Polgármester asszony kiemelte, hogy a munkálatok nem zavarják a település lakónak mindennapjait, köszönte a kivitelező cégek precíz munkavégzését. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közleménye alapján a vízfolyás rendezésére a Dombvidéki Vízgazdálkodási Fejlesztése című pályázati konstrukció nyújt lehetőséget. A projekt célja olyan beavatkozások kivitelezése, melyek a vízfolyás menti településeken a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelését szolgálják. A projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködésében valósul meg. A kivitelezési munkák 2018 évén kezdődtek meg, és jelenleg is több helyszínen párhuzamosan zajlanak. Bicske belterületi szakaszán a korábbi évek vízkár elhárítási eseményei rámutattak az árvízvédelmi fejlesztések szükségességére. A projekt keretében a nyáron töltés, illetve árvédelmi vasbeton támfal építése kezdődött meg, mely hozzájárul a hirtelen lezúduló csapadékmennyiség károkozás nélküli levonulásához. A település külterületén, valamint délkeleti és északkeleti részein mederrendezés, illetve fenntartó sáv építése zajlik, ami szintén hozzájárul az árvízi terhelés csökkentéséhez. A mederrendezés keretében a lerakódott iszap és üledék eltávolítására kerül sor, melynek köszönhetően megnövekedett a meder vízszállító képessége. A projekthez kapcsolódóan hidak alatti burkolatok és oldalműtárgyak kialakítása, illetve rekonstrukciója zajlik Martonvásáron, Csapdin és Gyúron, melyek a bicskei munkálatokhoz hasonlóan az árvízvédelmi biztonság növelését segítik és biztosítják a csapadékvíz elvezetésének lehetőségét. Martonvásáron továbbá megkezdődött a cső átereszek építése, illetve elkészült a rőzsemű. A csatlakozó kőszórások építése és a jobb parti rezsű rendezése folyamatban van.
A projekt keretében 2019 év végén átépített 1104 jelű összekötő úton lévő közúti híd, a Mányi úti híd ideiglenes forgalomba helyezése tavasszal megtörtént, továbbá idén nyáron a híd alatti burkolatok, illetve a csatlakozó árkok mederburkolása is megkezdődött. Az új kialakítás során a hídpillérek a mederszelvényeken kívül kerültek elhelyezésre, ami a híd nyílásának megnövekedését eredményezte. A nagyobb hídnyílás lehetőséget ad az áradáskor várható mértékadó szintig növekvő vízmennyiség kártétel nélkül levezetésére, ezáltal csökken a villámárvizek idején hirtelen megnövekedő vízhozam általi elöntések kialakulásának valószínűsége. A projekt zárás tervezett időpontja 2021. június 13-a. A Bicskei Városi Könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napok programsorozatához. Ennek keretében a múlt héten többek között kiállításokkal és egy író-olvasó találkozóval is várták az érdeklődőket. A 2020. évi Országos Könyvtári Napok eseményei két jelentős évforduló köré koncentrálódtak. 30. születésnapját ünnepli az Informatika és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal kerül sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intézményt és résztvevőt megmozgató rendezvény sorozatára. A Könyvtárak az emberekért, ünnepeljünk együtt projekt keretében a könyvtárak valamennyi korosztályra gondolva, eddigi együttműködő partnereik mellé újakat is bevonva tervezték a hét mozgalmas és tartalmas napjait. A tervezéskor mindenütt figyeltek arra is, hogy népszerűsítsék azokat a törekvéseiket, amelyeket az elmúlt években sikerült megalapozniuk. A hét során bemutatásra kerültek a sokszínű szolgáltatások, azok a korszerű, praktikus, mindenki számára hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájékozódásához, tanulásához, kulturált, szabadidős és közösségi tevékenységhez nyújtanak érdemi segítséget. Szeretnének minél több olyan személyt is elérni és megnyerni, akik életében még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás. A Bicskei Nagykároly Városi Könyvtár október 5-e és 11-e között számos programnak adott otthont, melyről Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető tájékoztatott. Az idei évben egy kicsit kevesebb programmal várjuk az olvasókat, mint amit már megszoktak. Hát ez a pandémiás helyzetnek köszönhető, de nagyon örülünk neki, hogy nem maradnak el a programjaink. Két vetélkedő eredményhirdetésen vagyunk már túl, egy nagyszerű világhangszerei bemutatón a hétfői napon, ahol a gyerekek voltak a vendégeink, általános iskolásokat és családokat fogadtunk, akkor is megtelt a most engedélyezett létszámmal az előterünk. Készültünk virtuális anyaggal is az olvasóink számára, egy közel 70 éves könyvtártörténetet átfogó kis kvízjátékkal, és a szerdai napon óránként egy-egy régi könyvtári képet mutattunk be az online térbe Facebook oldalunkon keresztül. A könyvtárban három kiállítás is készült, amit hát egyre többen megnéznek. Az egyik az október 6-ához kapcsolódóan a helytörténeti anyagunkból a Bicskéhez kapcsolódó neveket, könyveket, és hát Nagy Károly könyvtárunk névadója sajnos a szabadságharcot követően kellett, hogy elhagyja az országot, tehát rá is megemlékeztünk ennek a kiállításnak a keretében, és megmutattuk azt a két eredeti Nagy Károly könyvünket, ami a tulajdonunkban van, illetve egy 1848-as Petőfi kötetet is. Itt az olvasóteremben, ahol most vagyunk, itt két kis kiállítás van, az egyik a helytörténeti gyűjteményben azokat a helyismereti könyveket válogatták ki a kollégáim az idei évben, amelyekben dedikációk vannak, és ezekből a dedikált könyvekből van egy kis kiállítás, talán a legbüszkébbek Lakatos Istvánnak, a költőnek, írónak a dedikációira vagyunk. A dedikált könyvek mellett van egy kicsike kiállítás is, hiszen itt a könyvtárban most sajnos a Kreatív Olvasó Klubja jelenleg még nem indult újra,
de van egy nagyon kedves kreatív olvasónk, aki könyvek újra gondolva könyvszobrászattal foglalkozik, és hát az első ajándék tőle egy olyan könyv volt, aminek a lapjait úgy hajtogatta be, hogy Bicske város színeivel, és a Bicske felirat jön ki belőle, és hát most az ő hajtogatásaiból néhányat meg tudunk mutatni. Most már a pénteki napnál tartunk, és nagyon izgatottan várjuk a mai író vendégeinket, Dragomán György és Szabó T. Anna, József Attila díjas költők, írók látogatnak el hozzánk. El kell mondjam, hogy minden évben az olvasók kívánsága alapján próbálunk meghívni az őszi könyvtári napokra olyan jeles mai kortárs költőt, írót, akinek a műveit szívesen olvassák a mi olvasóink. És hát még ezzel nem ér véget, mert természetesen a hétvége is az olvasóké. Ilyenkor van egyetlen egy nap évben, amikor vasárnap is nyitva tartunk, és nagyra tárjuk a kapukat, szeretettel várjuk a családokat, lehetőséget biztosítunk ingyenes beiratkozásra, elengedjük a késedelmes díjakat, tehát akinek otthon tartozása van és visszahozza ilyenkor, nem kell megfizetnie a késedelmi díjat. De az idei évben először fogjuk köszönteni könyvtárunk legjeit. Hát nagy érdeklődéssel várjuk, hogy közel 30 oklevelet készítettünk különböző kategóriákban, hogy hányan fognak eljönni hozzánk. De lesz aszfaltrajzverseny, készülünk mesebeli társasjátékokkal, és a napot pedig egy Kerekkő című interaktív mesejáték fogja zárni. Én nagyon sok szeretettel várom az olvasókat, a könyvtárhasználókat, családokat a kollégáimmal együtt, és ha nem is olyan nagy számban vagyunk az idei évben együtt, mint más alkalmakkor, azért remélhetőleg most is szép statisztikai számokkal zárhatjuk a könyvtári hetet. Az a címe, hogy a nyelv a, és a mottoja a nyelv, az a nyelv, az a nyelv, az a nyelv, az a nyelv. A pénteki író-olvasó találkozó közel 50 fő figyelte kíváncsian népszerű házaspár Szabó T. Anna és Dragomán György felolvasásait. Mindketten József Attila díjas magyar szerzők, kortárs magyar irodalom kiemelkedő személyiségei, 25 éve házastársak, szívesen olvasnak fel közönség előtt. Ez az est róluk szólt. Műveikről, műfordításaikról, irodalomról, családról, barátokról, munkáról, utazásról, kikapcsolódásról. A közönségből többen dedikálták könyveiket a szerzőkkel. A csendkirály nagyon kicsi, fejemben lakik, szájában alszik, nyelvem alatt. Ha megmozítom a nyelvem, felébred. Felébred és beszélni kezd. Legyél csendben, mondja, hallgass, mondja, ne beszélj, mondja. Suttog, de nagyon hangosan suttog. A szavai birizgálják belülről a szájamat, csiklandozzák az orromat, zúg a fülem, ahogy belesustorogja. Hallgass, hallgass, hallgass! Október 11-én könyves családi vasárnap volt. Ezek a szavak már a szintén varázsszavakká váltak, olyanokká, amelyek hatására a hét utolsó napján is kinyitottak a könyvtárok, hogy örömteli együttlétek részesei legyenek, kicsik és nagyoknak. A figyelemfelkeltő zenés játékos könyvtárnyitók épp úgy hozzátartoznak ehhez a vasárnaphoz, mint a kiállítások, meseprogramok, könyvbemutatók. Az évforduló különösen ösztönzőleg hatott a könyvtárak, könyvtárosok, olvasók összefogására. Az elmúlt idők tapasztalatai bebizonyították, hogy nagy ereje van a közös gondolkodásnak, cselekvésnek, amiben nem csak az emlékezésre, hanem a jövő továbbítésére egy számtalan program fogja ösztönözni a résztvevőket. Végül egy kis sport. A nyáron 15 új játékos csatlakozott a bicskei labdarúgó csapat keretéhez. Műsorunkban a múlt héthez hasonlóan ezúttal is 3 új futballistát mutatunk be. Légy úgy szíves, egy rövid bemutatkozást a sportpályafutásodról. Honnan jöttél, hány éves vagy, milyen csapatokat jártál meg, röviden csak címszavakban? Hát én Zalaegerszegről származom, ott jártam végig az akadémiát. Egy rövid, fél éves gyöngyösi kitérőt követően kerültem utána az MB2-es Szegedhez, és most onnan jöttem egy évre kölcsönbe. Melyik évad emlékszel a legszívesebben, melyik volt a legszebb éved? Hát talán a tavalyi, mikor sikerült bemutatkoznom az MB2-ben.
Mikor szeretted meg a focit, és most a foci mellett mi a kedvenc hobbid, a tanulás, a munkahely? Hát a focit óvodás koromban, kedvenc hobbi. A tanulást nem nevezném annak, de mellette egyetemre járok, de ennyi. Családod mennyire támogatja a sportot és magát a labdarúgást, meg tégedet? Teljes mértékben, minden mérkőzésen itt vannak. Jelenleg milyen céljaid vannak, és a sportpályafutásod után milyen céljaid lesznek? Hát szeretnék minél előbb visszakerülni, minél magasabb osztályba, és ott lehetőleg minél több mérkőzést játszani. Te milyen poszton játszol, milyen poszton szeretsz játszani, és hol számít rád a mester? Belső védőként mindhárom kérdésre a válasz. Igen, igen, jó. Máshol nem is szeretsz, vagy ahova tesz a mester azért? Azt is vállalod? Hát ott játszom, ahova a mesterbe rak. Úgy van, ne, ez a jó válasz. Megismer a Tiger szurkolóit és a csapatunkat. Milyennek tartod a két csapatnak a hangulatát, illetve a kapcsolatát? Hát nagyon jónak tartom, nagyon jó, hogy van egy ilyen szurkolói bázis. Sokat segít a pályán. 15 új labdarúgó érkezett a nyáron. Hogyan érzette? Összekovácsolódtatok már? Összeszoktatok már? Hát szerintem igen, igen. Azért volt már két hónapunk rá, úgyhogy remélem ez már a folyamat elkezdődött. Milyen a csapat hangulata edzésen, vesztes meccs után, győztes meccs után? Szerintem átlagú mondhatom, hogy jó a hangulat, még vesztes meccs után is próbálunk pozitívak maradni, győztes meccs után meg természetesen jobb. Mennyire érzed jól magad itt Bicskén, a egyesületünknél? Én jól érzem magam, köszönöm, minden rendben, az elvárásaimnak teljes mértékben megfelelt. Arra azt kaptam, amire számítottam. Több klubot megjártál, van összehasonlítási tényeződ, milyennek tartod a szakmai és a háttérmunkát itt egy csapatunknál? Azért olyan sok klubot nem jártam meg, ez a negyedik a pályafutásom során. Jónak tartom a szakmai munkát, szerintem jól felkészít minket a mester a bajnokságra. Igen. Egy bő 24-es kerete van a mesternek, hogyan érzed, mennyire nehéz bekerülni az utazó, illetve mennyire nehéz bekerülni a kezdőcsapatba? Hát ez teljesítmény függvénye, illetve a mester döntése, de az sose rossz, hogyha van választási lehetőség a mesternek, illetve a versenyhelyzet mindenkinek jó. Milyen benyomást tett rád ez a gyönyörű sportaréna, amely itt fogadott a Bicskei sportteremben? Hát nagyon jó benyomás, szerintem NBA-ma szinten sincs minden helyen ilyen jó közeg. Utolsó kérdésem, milyen helyzéssel lennél elégedett a 2020-21-es évadban itt az NBA-mi nyugati csoportjában? Helyezésben nem gondolkodnék, inkább hozzuk ki magunkból a maximumot, és minél több mérkőzést nyerjünk. Élbolyhoz, vagy középmezőnybe szeretnéd látni a csapatunkat, hát, végel számára? Minden mérkőzésen az a cél, hogy megnyerjük, úgyhogy mondanám az élbolyt. Ugye én Siófoki születésű vagyok, 19 éves, ott kezdtem el a focik pályafutásomat, majd egy rövid időt futballoztam az MTK-ba, Sándor Károly Labdarúgó Akadémián, majd felcsúton voltam a Puskás Akadémián, aztán visszatértem Siófokra, felnőtt csapathoz, most pedig itt vagyok Bicskén. Melyik évadra emlékszel a legszívesebben? A pályafutásomból? Igen. Talán még Siófokról, amikor U14-U15-ben, akkor megrúgtam a gólokat. Mikor szeretted meg a focit, és a foci mellett a tanulás, a munkahely, szórakozás, kedvenc hobbit? Hát gyerekkorom óta, mióta eszemet tudom. 6-7 éves? Hát biztos igen. Vagyok benne. Hobbit? Hobbim? Munkahely. Hát egyetemre járok, igen. Szóval nem dolgozom még. Hobbinak szeretek a barátaimmal lenni. Családodról néhány szó, családod mennyire támogatja a sportot, téged? Teljes mértékben családomnak, köszönöm is nekik nagyon, hogy mindig mellettem álltak és támogattak. Testvéred mennyi van? Két fél testvérem van. Jelenleg milyen céljaid vannak és a sportpályafutásod után milyen céljaid lesznek? Célom, hogy minél magasabb osztályba tudjak minél többet futballozni. Nyilván szeretnék minél sikeresebb karrierbe befutni. Milyen poszton játszol, hol szeretsz játszani és milyen poszton számít rád a mester? Hát most ez az ötvédős formációnak a bal oldalán játszok, amit amúgy kedvelek is, mert az így nekem a legideálisabb, de amúgy bal hátvéd, esetleg bal szélső, de nekem az a tökéletes poszt. Beteszem este. Jó, megismerve a Tiger szurkolókat és a csapatunkat, milyennek tartod a két csoport kapcsolatát? Ennek rendkívül örülök, hogy olyan NB3-os klubot tudok futballozni, ahol van szervezett szurkolás, azért ez nem mindegy, hogy elmegyünk, aztán mindig ott vannak, és ez nagyon-nagyon jó. Nagyon sokat segít a csapatnak. 15 új igazolt labdarúgónk van itt most nyáron. Hogyan érzed, hogy összekovácsolódtatok már 10 forduló után? Egyébként igen, szerintem ahogy telik az idő, egyre jobb a csapat. Kezdünk összeállni, kezdjük egymásnak a játékát megérezni, és egyre jobban tudni, hogy mi fog következni. Milyen a csapat hangulat edzésen, győztes mérkőzésen, vesztes mérkőzésen? Hát győztesen örülünk nyilván, mint mindig. A vesztesből tanulni kell, de jó a hangulat, hál' Isten. Nagyon, igen, nagyon
jó az öltözői légkör. Mennyire érzed jól magad itt nálunk? Maximálisan, nagyon örülök, hogy ide kerülhettem, és egy ilyen társaságban, családban részese lehetek. Te már több egyesületet megjártál, összehasonlítva az ottani és az itteni szakmai munkát és a háttérmunkát, milyennek tartod? Megfelelőnek, tehát megfelelő szinten fel vagyunk készülve az ellenfelekből, körülmények is adottak, nagyon jó pályánk van, gyönyörű lelátó. Ebből a 24-es keretből te hogy érzed, mennyire nehéz bekerülni az utazó, illetve a kezdőcsapatba? Hát igazából szerintem mindenkinek megvan a posztriválisa, és nem is azt kell nézni, hogy 24-en vagyunk, hanem az, hogy az adott poszton van egy ellenfeled, és igazából nála kell jobbnak lenned. De a mester sokat rotál, mindenkinek megvan a lehetőség, hogy bizonyítson, szóval adott a lehetőség mindenki előtt. Milyen benyomást tett át ez a gyönyörű aréna, amely fogadott itt, amikor idejöttél? Hát én örültem, nagyon-nagyon tetszett, hogy nem egy ilyen kis vidéki pálya, hanem nagyon-nagyon jól néz ki, nagyon, hogy megcsináltak a tetőt, nagyon tetszik. Végül utolsó kérdésem, milyen eredménnyel lenni elégedett a 2020-21-es évadban itt az NBA nyugati csoportjában? Hát nyilván, minél előbb nyilván nyerjük meg, ha lehet. Aztán ahogy hozza a sors, minél előbb kell végezni a tabellán, minél több pontot megszerezni. 23 éves vagyok, Ferencvárosban nevelkedtem többet, utána a videóotthonhoz, holnapont velük találkozunk. Felnőtt pályafutásom alatt sok csapatnál voltam NB3-ban, most az RKSK-tól érkeztem, a középcsoportból, Rákosmenti KSK. Igazából most érzem azt, hogy megtaláltam az én csapatomat. Na, helyes. Remélem, hogy jó eredményeket érhetek itt el, és folyamatosan játékhoz jutok. Melyik évad remélszel a legszívesebben az elmúlt évekből? Hú, ez nehéz kérdés. Nem találtam igazán a helyemet. Hol védtem, hol nem, ugye ez olyan poszt, ahol nehéz megtalálni a helyedet, hiszen ez eddigi csapataimnál mindig megvolt általában az első számú kapus, és én csak oda vergődtem, kivéve Balassagyarmaton. Ott azt éreztem, hogy én vagyok a number one, csak hát ott nem volt olyan teljesítmény se a csapatnak, se nekem ugyan, hiszen sajnos kiestünk, és így nem mondhatom azt, hogy jó teljesítmény tudtam nyújtani. Mikor szeretted meg a focit? A foci mellett a tanulás, a munkahely, stb. Te életedben? Hát igazából előbb emlékszem arra, hogy fociztam, mint hogy beszéltem. Apukám focista volt ugye, és nagyon megszerettette velem a focit az első perctől kezdve. Érettségim van, tehát nem vagyok az a tipikus buta focista, aki abba hagyja a sulit, vagy ilyesmi. Leérettségiztem, utána a TF-re mehettem volna, de végül úgy döntöttem, hogy csak a focira koncentrálok. Családod mennyire támogatja a sportot, és vannak testvéreid? Maximálisan támogatják. Édesanyám az szerelmes, kijön egy meccsre, izgul, nagyon, mindig nagyon-nagyon hallom a hangját is belülről. Apukám természetesen támogat. Van egy kisöcsém, féltesom, apai ágról. Ő is focizik, csak ő nem kapus. Ez a különbség. Igen, jelenleg milyen céljaid vannak, és a sportpályafutásod után milyen céljaid lesznek? Jelenleg az a célom, hogy a Bicskével minél több győzelmet arassunk, minél jobban megálljuk a helyünket a bajnokságban. Szeretnék szintet lépni természetesen, mint minden fiatalabb focista, szeretnék NB2-be kerülni, aztán NB1-ben is jó lenne bemutatkozni. Pályafutásom során meg ugyanúgy a focival szeretnék foglalkozni, úgyhogy figyelem is, mikivel miket mond nekem, hogy később azt kamatoztathassam. Jó, többéktől azt kérdeztem, milyen poszton játszanak, hol szeretnek játszani, de tőle nem kérdezem. De te neked vannak olyan vágyait, hogy esetleg kimenjél egyszer mezőnybe? Nagyon kicsinek volt olyan csapat, ilyen 12 évesen, ahol mezőnybe voltam egy fél időt, és kapuban. Végül a kapuban ragadtam, de csatár imádtam lenni, szerettem gólokat lőni, mert amikor kaptam, akkor nem voltam túlságosan boldog, és akkor inkább lőni is akartam. Megismerve a Tiger szurkolókat és a csapatunkat, milyenek tartod a két csapat együttműködését? Nagyon jó, hogy ilyen szurkoló tábor van a Bicske. Tehát nem voltam még olyan csapatban, ahol ennyire támogatták volna a játékosokat, és ez szerintem az eddigi teljesítményünkben is látszódik, hiszen ha kikaptunk, volt egy rosszabb meccsünk, ugyanúgy mellettünk álltak, és ez nagyon jó nekünk. Csapaton belül meg nagyon jó az összhang, és ez is így viszi előre a teljesítmény. 15 új labdarúgó érkezett a nyáron, te hogyan érzed? 10 volt után összekovácsolódott, már van összhang a csapat játékában?
Szerintem folyamatosan fejlődünk napról napra. Uh-huh. Napról napra jobbak vagyunk, jobban megértjük egymást. Uh-huh. Általában nem szokott jól elsülni ez, hogy sok ember távozik, aztán sok jön újra, de hát most mesternek ebből kellett alkotnia. Egy jó csapat. igen, és én úgy érzem, hogy sikerült neki. Milyennek tartod a hangulatot edzésen, vesztes meccs után, győztes meccs után? Vesztes meccs után mindenki szomorú természetesen, mert mindenki nyerni akar. Mi is azok közé tartozunk, akik nem tojnak rá, hogy most kikapunk, vagy hogy nyerünk, hogy kikapunk, nyerni akarunk mindig. Ha nyerünk, akkor hatalmas öröm szokott lenni. Mennyire érzed jól magad itt nálunk? 10-es skálán? Igen. 10-es skálán 10-ből 10. De már több egy esetén megfordult, összetölt hasonlít az itteni szakmai munkát és a háttérmunkát. Milyennek ítéled meg az itteni munkavégzéseket? Ez az a csapat először talán, ahol profinak érzem a körülményeket. A mester által is, hiszen minden kis apró részletre próbál figyelni, odafigyelni, és szól, hogyha valamit nem úgy csinálunk, ahogy kéne, és egyből tanulunk belőle. Igen. Elég nagy a keret a mesternek, 24-es keretünk van. Hogy érzed te egy-egy játékosnak, mennyire könnyű vagy nehéz bekerülni az utazó, illetve a kezdőcsapatba? Hát mindenki kap lehetőséget, ugye sűrűn vannak meccsek. Uh-huh. Szerintem nehéz bekerülni úgy, hogy folyamatosan ott ragadjál, uh-huh. folyamatosan jól kell teljesíteni, de szerintem akik így megkapták, mindenki tudott élni, úgyhogy mesternek van miből válogatnia. Uh-huh. Milyen benyomást tett rád a sportaréna látvány, amikor ide érkeztél? Meg milyen a hangulat bajnoki meccseken? Első nap, mikor jöttem, az az utolsó edzés volt a szünetük előtt, a csapat szünet előtt, akkor még nem is ők volt, ezek a játékosok voltak itt. Hát egyből leesett az állam, én nem nagyon tudtam utána nézni, mert egyik napról a másikra lett ide jönnöm, és mondom, úristen, de szép itt minden. Akkor még nem volt kész a fedett lelátó. Nagyon tetsz. Igen, a hangulat az mindig feldob egy mérkőzést. Érezni lehet, hogy mérkőzés van itt, és nem csak jöttünk játszani egy bajnok itt, hanem tényleg szurkolnak értünk, és tök jó érzés. Utolsó kérdésem, hogy milyen helyezéssel lennél elégedett itt a 2020-21-es évadban az Emelem nyugati csoportjában? Hát minél előrébb szeretnénk lenni. Ugye a Komárom az negyedik vagy ötödik. Őket sikerült megverni, és az első ötben jó lenne benne lenni. Aztán ki tudja, lehet télen még jobban meg tudunk erősödni, és még talán a dobogó sincs olyan messze. Köszönjük figyelmüket! Önök a Bicskei Galériát, a Bicskei Televízió hírmagazinját látták. Találkozunk jövő héten, akkor is a szokásos időpontban, a keddesti heti hírösszefoglaló után várjuk Önöket. További szép estét, kellemes televíziózást! A viszontlátásra!